Szervusztok! Csinálok gyorsan egy videót, mert láttam, hogy van érdeklődés, és ezt tudod, én már angolul 13 éve tanítom, de most készítettem angolul egy olyan előadást, ami az elméről szól. Nem az elme rétegeződéséről, hanem ahogy az ember úgy hisz, amit nem tud a legtöbb ember, hogy ez egy raktáráru ház, tele van memóriával, és arról gyorsan csinálok egy magyar verziót. Az eredeti angol az 5-6 perc hosszú. Szeretném, hogy ez az előadás, vagy ez a videós csak olyan hosszú legyen, mert ez segít majd nektek megérteni, hogy igazándiból valószínűleg csomó mindent már csináltatok magatokon, tehát ilyen munka, belső munka, ami jó, mindennek megvan a maga fontossága, és mutatok egy-két plusz dolgot, ami szerintem segít átdrótozni így a bizonyos részeit az elmének, ami talán segít a frusztrációt kivenni, jó? Tehát a legtöbb ember azt hiszi, hogy az elme az arról szól, hogy van egy pár száz memóriánk, egy pár száz feldolgozatlan programunk, és amikor átnézzük az életünket, akkor tudod, szembesülünk egy-két kihívással. Kapcsolatbeli problémák, akkor jó szülők vagyunk-e vagy sem, jó tanulók vagyunk-e vagy sem, egészségügyi problémák, és ez nagyon-nagyon egy ilyen szimptoma szintű szinten van, és az igaz emberek, hogy az elme az így néz ki. Pár száz vagy pár ezer papír maximum, és ha azt megoldottuk, akkor minden beindul, és fantasztikus jó lesz. És az egónak van egy olyan trükkje, hogy átmeneti időre ezt beheteti velünk. Igen, meditálsz, elmész, tudod, csinálsz magadon, vagy dolgozol magadon, amin minden fontos. Tehát én tudod, nem akarok semmi olyan dolgot, én nem vagyok semminek ellene, én nekem egy megfigyelésem van egy most már 13 éves tapasztalat után így a világ minden tájékáról, hogy az emberek azt hiszik, vagy azt mondták nekik, hogy minden tök egyszerű, és utána minden beindul, és utána úgy lesz, és de marha jó lesz. És az elme az arról szól, hogy az nem így néz ki, hanem az így néz ki, mint egy raktáráruház, ami tele van ilyen bálákkal, dobozokkal, csomagokkal, és jól néz ki. Milyen jó, tele van, oda néz. Holnapra is lesz papír. És az történik, hogy ha megnézed ezeket a dobozokat, minden szépen be van csomagolva, le van rak, szallag, vagy itt ezzel az átlátszó szallaggal, vagy ragasztó szallaggal ragasztva, és benéz az ember, azt mondja, hát ez hihetetlen, milyen jól néz ki, ez komoly. De azt kell tudni, hogy minden doboz, és minden ilyen becsomagolt valami csomag, azt az ego csomagolja be, azért, hogy ne lássuk, hogy mi van benne. És minden papíron, ha belenézünk, vagy kinyitjuk a csomagot, minden papíron ott van egy memória. Ott van egy konfliktus, ott van egy tudatalatti, meg nem oldott történet. És ezt azért mutatom meg nektek, hogy egy kicsit lehet először ijesztő, hogy te jó Isten, ennyi? Hát, még amit nem látsz, még az is ott van, csak azért mondom, hogy inkább legyél ennek a tudatával, mint naívan azt hinni, hogy az csak az előző kép, ami csak egy pár ezer lap volt. És ezt azért mondom el nektek, hogy nem megrettenni kell tőle, hanem hogy megérteni azt, hogy ha eddig dolgoztál magadon és csináltál dolgokat, akkor az tök jó, ahogy mondtam, tök jó. De van egy csomó más része, és ebbe az a jó, hogyha át tudod értékelni magad ezt, akkor van megoldás. Tehát nekem mindig ez volt a tanításom alapja, hogy van mindenre megoldás, de a legtöbb megoldás nem arról szól, mint amit hiszünk. És egyrészben ennek
valamilyen szintű jó érzéssel kell, hogy töltsön el, hogy oké, van kiút. Viszont mindenkinek meg kell tanulni a kiutat. Ez nem fog meditációval, meg ilyen egyszerű Mickey Mouse, tudod, lépésekkel megtörténni, tudod, föl kell gyűrni az ujjat, és azt mondani, hogy igen, ezt akarom, és bevállalni. Tehát nem hajtani, hanem csinálni tovább ezt az utat. Jó? És még van egy nagyon érdekes valami, amit szeretnék megosztani, hogy tudod, az ego uralja az elménknek a 98%-át, és az egónak vannak ilyen kis aranyos, gyerekes, tudod, ilyen kis helyeske, hogy mondjam, verziói. Aztán vannak olyan verziók, amik meg kicsit ilyen utálatosabbak, ilyen szemtelenebbek, és utána legesleg alul egy kifejezetten gusztustalan, utálatos, türelmetlen, vergődő, majdnem, hogy azt mondom, aljas verziója is, és mindennek több ezer rétege van. És ezt azért mondtam, mert az ego szereti bemagyarázni, hogy hát ez fantasztikus, annyira jó ez a raktáruház, ami az elmének a szimbóluma, vagy a metaforája, annyira jó, már mindent tudsz. Oda néz, milyen szépen rendben van minden téve, rendben vagyok, rendbe tettem magam. De nem mondja azt szinte senki, hogy nem rendbe tenni kell az emlét, hanem ki kell üríteni. Ki kell üríteni. Tehát minden egyes doboz ki kell nyitni, át kell vizsgálni a memóriát, alkalmazni a megoldási technikákat rá, és amikor az megvan, akkor csak akkor adódik meg az az engedély, hogy mi kivihetjük a raktáráruházból azt a bizonyos papírt, azt a bizonyos csomagot, azt a bizonyos bálát, és akkor a raktáráruház az így fog kinézni. És ez a raktáráruház, ez az elménk, ahogy mondtam, amikor így néz ki, akkor vagyunk jól. Akkor nem lehetünk betegek, akkor megy az élet, akkor gördülékeny minden. És ha megnézitek ennek a képnek így a hátulját, csak az integrált és az üres elme adhat nekünk ugye biztonságot, jólétet, pénzt, stb. Ennek a raktárháznak a végén, amikor már tökre kirült és át tudtunk menni rajta, átrágtuk magunkat rajta, ott van a krisztusi tudatosság. A krisztusi tudatosság fölött, vagy alatt, vagy mögött, utána rengeteg több lépés van, ott van a napkrisztus, a szolár krisztus tudatosság, utána van a csomó más lépés, és minél tovább megyünk, annál tisztább az elménk, annál jobban érezzük magunkat, és annál nagyobb erőre kaphatunk. Majd csinálok egy pár másik videót még így a személyes erőnkről, mert az egy nagyon problematikus része az emberiségnek, hogy mennyire feladtuk, odaadtuk, kiadtuk, eladtuk a személyes erőnket, és enélkül nem lehet bizonyos dolgokat megvalósítani az életben. Tehát még egyszer, ha megnézitek ezt a raktáráruházat így az ürességgel, ez az elmének igazán így a kívánatos megjelenés, és ehhez kell tudni ezt a rengeteg technikát. A hiedelemváltoztató technikákat, a rész integrációs technikákat, az árnyoldal integrációs technikákat, az energetikai lerakódás technikákat, és amikor mindegyiket az ember tudja, akkor tudod magába, hogy elkapja a gondolatot, akkor így alkalmazza, és egyre jobban lesz. Na most azt tudni kell, hogy ez a raktáraház, ezt az ego nagyon precízen és nagyon finoman kontrollálja. Tehát mikor ide belépünk, akkor ott elkezd, tudod, ránk támad, itt nincs semmi látnivaló, mit akarsz itt, ez nem a tied. És akkor tudod, az embernek egy kicsit így át kell gondolkodni azon, hogy mi az, hogy nem az enyém, ez az én raktár áruházam, minden az én enyém. És ezek, ami benne van, az a mi memóriánk. A mi memóriánkban benne vannak ősi történetek, az ősi lerakódások, az ősi bűntudatok, az asztrálsíkon lévő dolgok, az energetikai lerakódások, de az ego megpróbálja nekünk bemagyarázni, hogy itt nincs semmi látnivaló, mint ahogy az előző képen láthatok, hogy semmi nincs. Minden szépen be van dobozolva, nem látod, hogy mindenki tök jó van, már vacsora idő van, szépen menjél haza, és minden, majd én mindent elintézek. És ezért kell a tudatosság, hogy azt mondani, hogy
Hát ez nem így van. Tehát ezért kell felelősséget vállalni ezért az elmért, a raktárruházért, és megtanulni úgy kicsomagolni ezeket a dolgokat, hogy tudod, ki tudjuk tisztítani és elérjük ezt a részt. És ahogy mondtam, amikor elérjük ezt a részt, akkor van meg az a nyugodtság, a belső béke, akkor nem fogjuk a másikba látni az ellenséget, akkor nem fogjuk látni a világba tudod, a kifogásolni valókat, és így tovább. Jó? Ezt szerettem volna megosztani, mivel angolul van egy videóm, és a barátnőm német, ő ezt lefordította, vagy feliratozta németre, és nagyon-nagyon sokat segített így a német társaknak, német embereknek, és azért mondom, hogy ezt gyorsan megosztom magyarul is, mivel hát azért én kétnyelvű vagyok, és így nekem egyszerűbb ezeket a dolgokat újra felvenni videóra, mint feliratozni, vagy most nem itt eszembe, mikor a szinkronozni. Jó. Oké, szervusztok, és akkor majd csinálok többit. Oké, minden jót.